kollégák, engedjétek meg, hogy egy tréfás hasonlattal kezdjem az előadást. A relativitás elmélet szerint, ha egy megfigyelő fénysebességgel mozog egy koordinátarendszerhez képest, akkor számára a múlt, a jövő és a most is most van. Ez megpróbálom majd olyan irányba is terelni a mondandómat, hogy ennek legyen valamilyen korrelációja azzal, amit most mondtam. Ezért tettem a bevezető ábrára, a bevezető lapra ezt az ábrát, és írtam elé azt, hogy a jövő itt van. Már Mark Twain mondta annak idején, de ez már előtte is mondták, azóta sok embernek eltulajdították azt a kijelentést, hogy jósolni nehéz, különösen, ha jövőről kell jósolni. Én nem is szeretnék ebbe a hibába beleesni, mert ezt nagyon nehéznek tartom, viszont az a véleményem, hogy annyira ismerjük már a természet törvényeit, hogy ennek alapján abból, amink már van, megpróbálhatunk extrapolálni, kisebb-nagyobb hiba százalékkal el tudjuk képzelni azt, hogy mi az, ami ebből következik. Persze egy dolog ebből kimarad, mégpedig az, hogy a tudományos és a technológiai fejlődésben vannak ugrások. Ezeket az ugrásokat pedig ezek általában váratlanul jönnek, azok, akik csinálták, sem tudják elképzelni, hogy amit csináltak, annak milyen jelentősége lesz. És hát ekkörül még sok mindent lehetne mondani. Én két furcsa dolgot szeretnék elmondani, az egyik az rám vonatkozik. Az egyik Németországban történt, a 19. században egy házaspár elvitte gyerekecskéjét egy híres német professzorhoz pályaválasztási tanácsadás céljából. Mondták, hogy úgy látjuk, hogy a gyerek a zenében is tehetséges, és a tudományokban is. Mit tanácsol a professzor úr, hova küldjük a gyereket? A professzor azt mondta, ez a Jolly nevű professzor, aki ezt a torziós mérleget felfedezte, hogy a tudományban már mindent megcsináltunk, adják a gyereket zenésznek. Az illetőt Herznek hívták, ő fedezte föl néhány évvel később az elektromágneses hullámot. A másikat már közelebb jön, én 1958-ban végeztem az egyetemen, fizikus szakon, akkor a fizika egy sztár szakma volt, nekem 8 állásajánlatom volt, ezek közül 2 volt a Központi Fizikai Kutatóintézetben. Azt én eldöntöttem, hogy oda fogok menni. Az egyiket Jánosi Lajos professzor ajánlotta, aki optikával foglalkozott. A másikát Pál Lénárd, aki szilárdtest fizikával. Én a szilárdtest fizikát választottam, mert úgy gondoltam, hogy az optikában már csak mérnöki feladatok maradtak, elnézést kérek mérnök úrtól, a kijelentésével úgy se értettem egyet, és az előtt nem is van bebizonyítani. És elkezdtem szilárdtes fizikát csinálni. Aztán a sors úgy hozta, hogy ki kellett mennem 3 évre Dubnába, 71-ben tértem haza, és akkor a KFK-ban az optika vezetése válsággal küzdött, és a KFK akkori főigazgatója behívott, és azt mondta, hogy Norbert, neked kellene átvenni az optikai kutatások vezetését. Mondtam, hogy azt én tudom, hogy egy lézert hogy kell bekapcsolni, de ennél többet az optikáról nem nagyon tudok, majd megtanulod. Életem legbölcsebb döntése, hogy nem vállaltam. A két időpont között az volt a különbség, hogy közben felfedezték a lézert, amit egyébként Einstein már 40 évvel korábban megjósolt, de egy időnek el kellett tenni, amíg ebből lett valami, és ez megváltoztatta az optikát. Életem legbocsabb döntése volt, hogy igen mondtam, bevallom őszintén, hogy nem azért mondtam igen, mert ezt a jövőt láttam, hanem azért, mert féltem, hogy ha egy nemet mondok, akkor egy életre elvágom maga alatt a fát. Ezt csak úgy tanulságként mondtam el, bevezettük éppen ennyit, és azért most azért egy kicsit vissza is mennék. A 21. században azt hiszem mindenki kapkodja a fejét, hogy minden történik körülöttünk. És ez vonatkozik a társadalomra, az iparra, az oktatásra, az életünknek minden sarkára. Én abból, amit itt összegyűjtöttem, egyszer időkérdés céljából csak 3-at szeretnék kiemelni. Az egyik az öreg iparágaknak a hanyatlása, a másik a növekvő verseny, és a harmadik a növekvő igény kreatív munkaerők iránt. Szerintem ezek talán a legfontosabb változások, amit mindjárt figyelembe kell venni. Akkor, amikor azt is látjuk, hogy ez a föld kicsivé vált számunkra.
a World Research Institute-nak 2000-es tanulmánya azt jósolta, és én azt hiszem, hogy ez eléggé objektív extrapoláció is lehet, nem csak jóslás, hogy a gazdaság ez alatt az 50 év alatt ötszörösére nő, a népesség 50%-kal szaporodik, az energiafogyasztásunk háromszorosára nő, a termelő tevékenységünk ugyanannyival, miközben a földünk ugyanakkora marad. Ezt nem szabad elfelejteni, amikor a jövőről gondolkodunk, és az sem, amit ugyancsak látunk. Mi az, ami bekövetkezett az elmúlt évtizedekben? Egy népességrobbanás, amitől manapság már az előretekintő közgazdászok és arról beszélnek, hogy volt egy üres föld, és most van egy teleföld, és a teleföldben kell gondolkodnom. A másik a forrás felélés. Ugye az évmilliók által összegyűjtött kőolaj és földgáz most egy évszázad alatt elpöfögtetjük. Nyilvánvaló, hogy ennek negatív hatásai is vannak, ezt nem szabad elfelejteni. És a környezetkárosítás, hulladék hegyekkel vagyunk körülvéve. Amikor Nápolyban a személyszállítók sztrájkba léptek, akkor Nápoly egy bűz gödörré változott. És még egy dolog, globalizációban gondolkozunk, de egyre fontosabb a lokális dolgok, erről már még fogunk beszélni. És eközben veszélyes tendenciákat is látunk, az egyik a biodiverzitás vesztés, a másik a nitrogén szennyezésnek a növekedése, és a harmadik a klímaváltozás. Ezeket én úgy érzem, ezen még azért van vita, hogy ezek már szinte visszafordíthatatlan változások. Vannak olyanok, amelyek visszafordíthatók, ilyen a foszforciklusnak a hatása, a termőtalaj eróziója, az óceánnak a savasodása, a tiszta ízővíz probléma. Én megdöbbentem, amikor egy fél évvel ezelőtt azt hallottam, hogy Fokföldön víz problémák vannak, a fokföldi lakosok átköltöznek Pretoriába, mert nem kapnak elég tiszta vizet. A tengerparton. Nem megdöbbentő? És az ózonlyuk probléma, nincs időm azon, hogy ennek a részleteiben belemenjek, inkább csak egy képet szerettem volna vázolni. Melyek azok a legnagyobb problémák, amelyekkel küzdködünk, és amelyeket meg kell oldani? Energia, víz, élelmiszer, környezeti problémák, szegénység, terrorizmus és háború, betegségek, az oktatásválság, ez nem csak nálunk van, hogy különösen politika hivatkozik az oktatáson, hanem ez világszerte így van. A demokrácia kérdései, a népességrobbanás, az információ öröm és annak biztonsága. Lehet erről mindenkitől egy előadást tartani, én inkább csak szorsolni akartam. Egyet azért mondanék, a Római Klub megalakításakor Gábor Dénes, ő tagja volt ennek a klubnak, ő azt mondta, hogy az emberiség három dologtól pusztulhat ki. Az egyik egy nukleáris háború, a másik a túlnépesedés, és a harmadik az ellustulás. Ha most Európában körülnézünk, akkor ezt a harmadikat azért látjuk. Még egy fontos dolog, ezt mindnyájunknak realizálni kell. Ezen az ábrán azt mutatom meg, hogy a világ gazdasági súlypontja hogyan változott az idők folyamán. Mert nekem van egy mutatóm, zöld mutatóm, de itt van egy. Nem, mutatom. Tehát 1000-ben Indiából indult, 1950-ben eljutott idáig, és most megy visszafelé, most itt vagyunk. Tehát a világ gazdasági szúrypontja valahol ott Európa és Kína között van, Kínához közelebb. Amikor a jövőről gondolkodunk, akkor erről a grafikonról, ábráról nem szabad elfelejtkeznünk. De most elnézést, hogy ilyet mondok, én 5 évig a kínai kormány tanácsadójaként tevékenykedtem, ez egy nagyon érdekes dolog volt. Amit én Kínában tapasztaltam, az valami döbbenetes. És még egy dolog, ezzel sokakkal vitatkoztam már, van egy dolog, amiben szerint az idő a keletieknek dolgozik. Mi a latin írással olyan írásmódot használunk, amelyik az analizáló képességhez van szélos korrelációban. A kínaiak és a japánok az ő ákombákkal, egy kicsit megváltoztatjuk a vonalat, mert egész mást jelent, a szintetizáló képességgel.
Az analízist, a számítógépát veszik tőlünk, a szintézist nem. Ezért gondolom, hogy ez az eltolódás nagyon objektív hátteret is tartalmaz. Ezen az ábrán azt mutatom, hogy a technológiák hogy változtak viszonylag rövid idő alatt, 50 év alatt. A baloldali ábrán azt mutatom, melyek voltak azok a csúcs technológiák, amelyek az 50-es években uralkodtak. A lézerek, a programozható rendszerek, a tranzisztor, az atomóra és a DNS felfedezése. Úgyhogy csak felfedezése, nem használata és manipulálása. Mi az, ami manapság technológiai dolog? Az irányított energiatovabbítás, a robotika, a nanotechnológia, a fejlett számítástechnika, az immerzív környezet, mezőgazdasági dolgok, stb. És a biotechnológia. Még lehetne sorolni, ez egy néhány olyan dolog, ami azt hiszem mindegyike gyökeresen megváltoztatta már ma is az életünket, és extrapolálni lehet, hogy milyen lehetőségek vannak ebben még. És itt mondanám el azt, hogy ami ugrásokat is jelent, hogy a nagy felfedezések, azok mennyire megváltoztatták az életünket. Az első nagy felfedezés a newtoni mechanika felfedezés, Newton törvényeinek a beépülése volt, amelyik az egyes ipari forradalmat indította el, a gőzmozdony segítségével a szállítást modernizálta, és az ipari termelést is a gőzgépek által hajtott gépek segítségével. A második ilyen nagy felfedezés, Hertzet már említettem, az elektromágneses sugárzás felfedezése volt, aminek eredményeképpen kivilágosított a Föld, beindult az elektronikus forradalom, a rádió, és így tovább, megint egy gyökeres változás. A harmadik az a magfizika eredményei, az erős és a gyenge kölcsönhatásnak szokás ezt hívni, felfedezése, Einsteinnek az egyetemre MC-nézett képlete, amelyik az energia és a tömeg közötti átalakulást, és ilyen módon az atomreaktorokat, meg a hidrogén fúziót lehetővé tette, és megtanultuk ebből, hogy hogyan működik a világegyetem, meg sok minden más is megtanultuk ebből. És ennek kapcsán megszületett a negyedik nagy dolog, a kvantummechanika, amelyik a 20. században oda vezetett, mert gyakorlatilag senki nem ért ki, de a törvényei a legfontosabb törvények a világon, amiket ismerünk. Ezek segítségével sikerült tranzisztort létrehozni, lézert létrehozni, és sorolhatnám még további mindent. Tehát megtanultuk a kvantummechanika törvényeit, és alkalmaztuk anélkül, hogy ezt értettük volna. Ebből született aztán az a digitális forradalom is, meg a DNS-sel kapcsolatos munkák is, amelyek ugyancsak a kvantummechanikához kötődnek. Ezért én úgy gondolom, hogy ismerjük azokat az természeti törvényeket, aminek alán bátran megpróbálhatunk már extrapolálni abból, ahogy most vagyunk, ahhoz, hogy mi az, ami folytonosak a változások, még következnek be. Persze mindjárt mellé tennék egy kérdőjelet, ez pedig a kérdőjel az emberi gondolkodás. Miközben ezek a változások általában exponenciálisan zajlanak, az emberi gondolkodás nagyon lineárisan változik. Például, ezt úgy szoktam szemléltetni, hogy hajtunk eszeveszetten, hogy valóban 10 perccel előbb odaérni, csak nem tudjuk, hogy mit csináljuk ezzel a 10 perccel. Vagy a 21. századi technológiát 19. századi attitűdökkel próbáljuk kezelni. De hát erre példákat is mondani. Amikor a számítástechnika kezdett fejlődni, akkor én úgy gondoltam, meg nyilván sokan mások is, hogy a papírfogyasztás csökkenni fog, mert a számítógépeken eltároljuk az adataikat, onnan elhívjuk, soha nem használtunk annyi papírt, mint most. Vagy. Ugye a felhőkarcolók azért születtek, mert sok embert kellett összehozni kis területen, mert drága volt a Föld, hogy ott együtt dolgozzanak. De a modern technológia az lehetővé tenné azt is, hogy otthon dolgozva együtt dolgozzunk, projekteken vagy bármi, tehát nincs szükség felhőkarcolókra. Mindaddig, amíg a felhőkarcolók a presztízs szimbólumai lesznek, addig fognak felhőkarcolókat építeni. Ha Kínában járnak, más se látnak, mint felhőkarcolókat. Néha üresek, vagy néha vidéki halászokat, meg mezőgazdaságban dolgozókat lerombolják a falvaikat, és beterelik őket 60-70-80 emeletes épületekbe, mesélték nekem, ahol annyira nem tudnak élni, hogy öngyilkosak lesznek. Tehát az emberi gondolkodás vagy
azzal, hogy ilyen konferenciákat tudunk tartani, arra gondoltam, hogy majd kevesebbet utazunk. Soha nem utaztunk annyit, mint manapság. Tehát az emberi gondolkodás ettől lényegesen eltér. Még itt hadd mondjam el azt is, hogy a 19. és a 20. század fordulóján 400 valahány amerikai vezető kutatót megkérdeztek, hogy mi a véleményük a jövőről, mi várható. Egyetlen egy se volt, aki ne kevesebbet, minél kevesebbet mondott, mint ami valóban bekövetkezett. Nem volt egy se, aki eltalálta, vagy többet várt volna, mint ami bekövetkezett. Én csak két olyan embert ismerek, akinek a jóslatok csodával törtenek el. Az egyik Leonardo da Vinci, a másik pedig Verde Gyula. Ez... Hát gondolom, hogy fiatalként évvelettel olvasták Verde Gyula könyveit, és utólag láthatták, hogy amiket ült leírt, azok meg is valósultak később. Persze, hogy ugrások is vannak, ezeket így nem lehet megmondani. Mi a 21. század legjellemzőbb vonása? Az, hogy a hagyományos technológiák kimerülőben vannak, új ötletekre van szükség, az új technológiák megalapozásához, ennek zöme a kutatásból kell, hogy kikerülj, vagy onnan kerül ki, ezért a kutatás jelentősége megnő. A vállalati innováció jelentősége, jelentős hányad is a kutatásból ered, ugyanakkor a kutatás eredmények realizálásának a sebessége az nő. A tudomány gazdagítja a gazdaságot, mindjárt megmondom, hogy véleményem szerint hogyan, és ezért a tudás alapú társadalmak alakulnak ki, amiről szeretünk beszélni, néha akkor is, amikor nagyon messze vagyunk attól, hogy ilyenben legyünk. Én összeszedtem itt, hogy én szerintem mi az, amivel mi kutatók gazdagítjuk a gazdaságot. Az egyik, csinálunk alapkutatásokat, amik aztán beérnek. Például ilyennek tartom a holográfiát. Az eleinte inkább játék volt, és aztán most nem talál az ember szinte olyan biztonsági rendszer se, a pénzektől kezdve a beléthető kártyákig, amelyek ne hologramokkal működnének. Aztán vannak általános célú kutatások, amelyek ilyennek tartom a bio- és a nanotechnológiát, aztán konkrét célok érdekében, ilyen például a nagysebességű informatikai hálózatok, aztán vannak melléktermékei az alapkutatásnak, ilyennek tartom az önkutatást is. Itt hazzá kell tenni azt is, és akkor gyorsulnak igazán sajnos ezek a dolgok, ha ebbe a hadsereg is belép. Aztán a vállalatok megrendelései keresztül is, tudjuk a kutatók igényei, mivel mindig előremutatóak, általában igényesebbek, mint a piaci általában. Ez nyilvánvalóan minőségjavulást eredményez. Aztán a tudomány probléma megoldó szakembereket nevel, akik az iparban, a gazdaságban jól alkalmazhatók, az a tudással működik. Számtalan olyan munkatársam volt a KFK-ban, akik ezt az utat választották, és nagyon jól megállták a helyüket. És még egy, ez egy nagyon lényeges dolog, a 20. században hozzászoktunk ahhoz, hogy oda próbált menni a szellemi tőke, ahol pénz volt, tehát ahol a anyagi tőke volt. Manapság ez fordítva van. Megfordult a dolog, az anyagi tőke megy oda, ahol a szellemi. Még egy dolgot szeretnék kihangsúlyozni, ami a 21. században lényegesen eltérő körülményeket teremt, mint a 20-ban. A múlt században, ha valamit meg akartunk csinálni, vagy meg akartunk érteni, akkor előtte méréseket végeztünk. Manapság ehelyett számításokat végzünk. A szimuláció és általában a számítástechnikai megalapozásai terméknek kulcsfontosságúvá vált, és természetesen ez sebességnövekedést és költségcsökkentést is jelent általában. Még egy érdekes dolog, és ennek egyre több tendenciáját figyelembe mostanság, az igazán sikeres technológiák azok, ahol a természetből sikerült ötleteket ellopnunk. Egy történetet hadd meséljek el ezzel kapcsolatban. Leonardo da Vincit egy feltaláló meghívta, mondta, hogy mester, csináltam egy repülő szerkezetet, mielőtt kipróbálnám megnézni. Leonardo elment, megnézte, és azt mondta, hogy ez a szerkezet nem fog repülni. De mester, hát honnan tudja? Mert nem szép. Tudomásom szerint ez a szerkezet nem is repül. De ha megnézik az igazán sikeres technológiákat, azok szép termékeket produkálnak. Most, ami ezen az ábrán van, az ennél sokkal több. Itt a részleteket nem, nincs időm elmondani. Itt a
világ legnagyobb szuper számítógépének a paraméterei láthatók. Ez a számítógép 8,2 milliárd megaflopos teljesítményű, csak az arányok érdekesek, és a működtetéséhez 10 megawatt elektromos teljesítmény szükséges. Ez az emberi agy, ami 2,2 milliárd megaflopos, tehát negyede ennek, és 20 watt teljesítménnyel működik. Miért van ez? A klasszikus számítógépnél a memória és a processzor szét vannak választva. És az adatok ide-oda mennek a kettő között, és ez sokba kerül. Az agyban ez együtt van. Ezért logikus, hogy meg kell próbálnunk az agyműködést a számítástechnikában. Na most, ami itt van, az egy ilyen kísérletnek az eredménye. Az IBM-nél fejlesztettek egy csipet, úgy hívják, hogy TrueNord. Ebben 1 millió neuront szimuláltak, és 256 millió szinapszis, tehát azok az összekötő szálak a neuronok között. És az eredmény az volt ennek, hogy ez a chip 10.000-szer kevesebb teljes energiát fogyaszt, mint az ugyanolyan teljesítményű klasszikus chip. Tehát ez mutat egy példát, hogy milyen fantasztikus lehetőségek vannak, ha ügyesen megnézzük, hogy mi van a természetben, és ezt megpróbáljuk átültetni a mi mindennapi gyakorlatunkhoz. Na most ehhez egyre többet foglalkoznak ezzel a chip alappal. A memory store az egy olyan szál, ez általában egy nanoszál, aminek az ellenállása megváltozik, ha áram folyik rajta keresztül. Ilyen nanoszálokból próbálnak most chipeket építeni, abban a reményben, hogy ezzel ennél még a TrueNordnál még jobb eredményeket lehet elérni. Összefoglalva én azt mondanám, ezen bevezető után, hogy azok a technológiák, amelyeket én legsikeresebbnek gondolok a következő évtizedekre, azok ezen az ábrán vannak. Ez a nanotechnológia, az információs technológiák, a biotechnológia, az új anyagokat létrehozó anyagtechnológiák és a kvantummechanika által lehetővé tett technológiák. Nagyon röviden szeretnék mindegyikről beszélni. A nanotechnológiánál két lényeges dolog van. Az egyik, hogy a háromdimenziós anyagból, ha lemegyünk kétdimenziósba, az már egy nanotechnológiai levegő egydimenziósba, vagy nulladimenziósba, ezt úgy hívják, hogy kvantumpötty, akkor azoknak az energia, elektronoknak a spektruma, amelyek a viselkedést megszabják, a háromdimenziós anyagban egy ilyen folytonos spektrumot adnak, a kétdimenziósban ez már lépcsős, és ezt ki lehet technológiai használni, az egydimenziósban egy tűs, a nulladimenziósban pedig éles vonalak jelentkeznek, ezt egyébként úgy hívják, hogy kvantumpötty, a kvantumpöttynek pedig nagyon sok alkalmazása már egyre jobban elterjed, és hát ez nyilvánvalóan továbbiakban is változhatóvá. A másik előnye a nanotechnológiának, hogy megváltozik a térfogat és a felület közötti arány. Tehát minél kisebb, annál relatíve annál több atom lesz a felületen. És ezek az atomok határozzák meg a döntően a viselkedéseknek egy jelentős részét. Gondoljanak csak a kozmetikai korban. Itt van egy példa. Ezen a példán azt mutatom meg, hogyha nano aranyból, aminek olyan szép arany színe van, hát ez nem hűszínek itt, ilyen nano kis részecskéket csinálunk. Ha ezeknek a nano részecskéknek a mérete 1 nanométer, ami azt jelenti, hogy nagyjából 10 atomnyi, akkor ilyen arany, barnás-sárga színűek. Ha 20 nanométer körüli a méret, akkor vörösek, ha 100 nanométer körüli, akkor pedig ilyen ibolya színű. Ezzel már sok mindennel gondolom találkoztak, különböző színű dolgokban, ezt a festékipar is használhatja, de hogyha bemennek egy katedrálisba, egy középkori katedrálisba, a mozaik üvegeken gyönyörű piros színű részeket látnak, abban a piros színű lécsekében ilyen arany-arany gömböcskék vannak. Egy csoda anyag, ami már most egyre többet foglalkozni, ez egy kétdimenziós anyag, úgy hívják, hogy grafén. A grafén a szénatomoknak
a hálózata szépen hadszögben rendeződve, hadszögek egymáshoz illeskednek, tehát egyetlen egy atomi sík helyezkedik el. Ennek a grafénnek nagyon izgalmas tulajdonságai vannak. Sokkal szilárdabb, mint az acél, jobb vezető, mint a réz vagy az arany, és még sok más tulajdonsága is van. Ráadásul föl lehet tekerni ilyen csővé, ezt úgy hívják, hogy nanocső, és attól függ, hogy milyen irányban tekerik föl, ez a cső lehet félvezető is, meg fémes is, tehát egymással keresztben akkor a tranzisztort lehet belőle csinálni. És ennek a nanocsőnek az átmérője, ez 4 méter. Tehát a jövendő tranzisztor technológiájának ez egy alapja lehet. Vannak is már ilyen laboratóriumi technológiák, az ipari termeléstől azért még ez messze van, de azért ez a jövő felé mutató dolog. Ezen az ábrán egyébként azt mutatom, hogy milyen sok tulajdonság, amit ki lehet használni. Hát jó hővezető, nagy elektromobilitása van, tehát jó áramvezető, transzparens is vezet, nagy belső szilárdsága van, flexibilis, nagy specifikus felülete van, és hát a felületek azok sok mindent befolyásolnak, oldható, és ezen kívül még olyan elektromos tulajdonságai is vannak, amiket nagyon jó ki lehet használni. A nanotechnológiának egy nagyon lényeges új eleme az, hogy nem úgy dolgozik, mint az esztergogép, hogy egy nagyobb darabot csinálunk egy kisebbet, hanem úgy próbál dolgozni, hogy atomokból vagy molekulákból fölfelé építi fel azt a gépet, amit létre akar hozni. Hát itt most az, ez egyébként egy érdekes felvétel, volt egy verseny Angliában a legszebb kísérlet címért. Ez nyerte. Ez egy részkristály, amire kobaltatomokat tettek. És még ide is tettek egy kobaltatomot. És azt látták, hogy itt is megjelenik egy kobaltatom, pedig ott nincsen. Emögött pedig ugyanaz van, a kvantummechanikai folyamat van, amit gondolom középiskolában is tanultak már, ha van egy ellipszis, akkor egyik fókuszpontból kiírunk a sugár, a másik fókuszpontban összegződik. Ez kvantummechanikai történt itt, meg ez a kvantum korallnak hívják ezt a képet. Ez tehát azt jelenti, hogy innen ide el lehet vinni az információt, anélkül, hogy valami vezetéket raktunk volna oda. Most már csak valamit mondjak, egy kicsit egyszerűen megfogalmazva. A másik olyan folyamat, amivel a nanotechnológia dolgozhat, az a kémiai önszerveződés. Itt egy példát mutatok, hogy a rendezett anyagból egy kicsit ügyesebb dolgozva felnettel, szépen grédában lehet ezeket a párcalk molekulákat állítani. Ez véleményem szerint egy-két évtized múlva alapvető az ipari technológiává fog válni. Végül a harmadik, vannak már olyan eszközök, amik ebben a tartományban megmunkálnak. Mondjuk itt azt most azt mutattam meg, hogy például rajzoltak ebben a technikában. Ez egy egyszer egy mikronos kép, ahol Don Quixote és Sancho szerepel, és egy alkalmas berendezéssel pásztázó alakú mikroszkópnak hívják ezt, aminek van egy tűje, amit ez atomi szinten lehet mozgatni. Én is ilyen mikroszkóppal dolgozok, azzal rajzolták ezt. De azt is lehet, hogy ezzel, hogyha például ennek a mikroszkópnak egy ilyen tűje van, azon végig folytatunk anyagot, és azzal írni lehet. Itt egy pozitív kép van, amit így írtak, itt egy negatív kép van, amit karcoltak. Egyszer egy mikron. Egyszer egy mikron, igen. Egyébként ilyen mikroszkóppal, ha nagyon ügyes voltam és nagyon jó tűt tudtam csinálni, akkor egy nanométeres, tehát 10 atomnyi felbontást tudtam elérni. Nem tudom, lehet egy olyan kép, ahol ezt meg tudom tenni. Eredmény az, hogy véleményem szerint a nanotechnológia minden technológiai szektorban, amit alap vagy kulcs technológia fog megjelenni. Az orvosi technológiákban, információs technológiákban, az energetikában, az anyagtudományban, az élelmiszeriparban, a műszertechnikában, gyógyszeradagolásban, hidrogén gazdaságnak a hidrogén előállításában, a többiről inkább nem beszélek, mert már gyorsan megy az idő. Még egy olyan változás, amire érdemes odafigyelni. Ez az információs technológiák fejlődése az alapeszközök szintjén. Ugye az 1900-as évek elején megszülettek a vákum elektroncsövek.
ez mutatja azt, hogy a fejlődés milyen lehetőséget jelent most valamilyen általános teljesítményparaméterben. Itt volt a Neumann János által létrehozott ENIAC számítógép. Ezt átváltotta a szilikon technológia, szilícium technológia. Ez volt az, ami engem rávett arra, hogy a szilárdtest fizika felé megyek, mert 1958-ban ez volt a nagy ígéret, a szilícium. Akkor már volt tranzisztor, integrált áramkör még nem volt. Ez nagyon sokáig eljutott, már itt 4 gigás dinamikus ramokat is lehetett csinálni. Ami most történik, az ez a görbe. Hát ez most 2000 és 2050 között mutatja, amelyik az elektronikus technológia alapeszközei a molekulákat, azt a szén-azotcsövet, amit az előbb említettem, a spintronikát, ezt majd mindjárt mondom, hogy mi ez, és a kvantum technológiákat teszi ilyen ígéretté. A spintronika is egy érdekes lehetőség, ugye a jelenlegi elektronikában az elektronok töltését használja ki, ez az áram. De az minden elektron egy kis mágnestű is, hogy hívjuk ezt, hogy spin. Ezt is ki lehet használni. Ez egy újabb szabadsági fokot jelent, és egy újabb lehetőséget arra, hogy ilyen rendszereket kívülről manipuláljunk. Magyarul egy spintronikus integrált áramkör gyorsabb, nagyobb teljesítményű, ugye simán csak az elektronoknak a töltését kihasználó dolog. Ez is a fejlődésnek egy, ez már létezik, de még azért nem kellőképpen kihasznált. Az információs technológiáknak az alapját lehet. Jelenthetik majd a molekulák, jelentheti a szén, és ebben már beszéltem a grafénről, de a szénatomok fotballatát is alkotnak, ezt úgy hívják, hogy fullerén, arról az építészről, aki ilyen stílusú építési szerkezeteket hozott létre, tehát egy dolog, mint egy focilabda, ebben például a gyógyszert lehet továbbítani megfelelő helyekre, mert belül ott van, abban be lehet gyógyszereket tenni. Aztán itt van a nanócső, és hát tulajdonképpen még a gyémánt is ilyen, ugye nanogyémánt kristályokat létre lehet hozni már nagy nyomás alatt. Ebben be lehet ültetni nitrogén szennyezéseket, és ezek egy potenciális lehetőséget kérdezik arra, hogy a kvantum számítógépnek a bitját legyen. Említettem a spintronikát, és hát a kvantum technológiákról azért még egy néhány mondatot fogok mondani. Ezek a fejlődések teszik lehetővé azt, hogy manapság már beszéljünk a mesterséges intelligenciáról, és annak fantasztikus lehetőségeiről. Hadd mondjam, hogy én ezzel kapcsolatban szkeptikus vagyok, minden érdemét elismerve. Tudjuk, a mesterséges intelligencia az úgy próbál újabb programokat létrehozni, hogy már létező dolgokat összehasonlítva abból extrapolál. Véleményem szerint az emberi intellektusnak a kreativitását soha nem fogja elérni egyetlen egy mesterséges intelligenciától sem. A mesterséges intelligencia az nagyon jó kiegészítője az emberi gondolkodásnak, de uralkodni rajta soha nem fog. Vannak, akik nem így hiszik, de hát én úgy gondolom, hogyha most én beszélek itt, akkor a magam véleményét kell mondani. A számítástechnika persze fantasztikus fejlődésen ment, és megy keresztül. A tudomány minden területén alkalmazásra kerül, de még sokkal inkább fog. Aminek én a legfontosabb fejlesztési, továbbfejlesztési gondolom, az a képfeldolgozásnak különböző alkalmazásai, és ebben a kvantummechanikának is jelentős szerepel fog jutni. Itt közeget is foglalkoznak Big Data-val. A Big Data az szerintem egy csúnya szó, de tulajdonképpen azt jelenti, hogy a rendelkezésre álló nagy számítástechnikai kapacitás, nagy adathalmazok és nagy sebességű gépek, valamint az a tapasztalatunk, amivel ezeket analizálni tudjuk, ez együtt adja azt a lehetőséget, amik ezzel a Big Data-val, és ezzel az ábrán azt mutatom, hogy milyen rengeteg terület az, ahol a Big Data, mint potenciális alkalmazási lehetőség előkerül. Szerintem ez egy fantasztikus dolog, és ez általánosan elterül,
megint gyökeres életminőség változást okoz a mindennapi ember életében is. Sokat lehetne beszélni a biotechnológia újdonságairól. Én csak ezt az egy képet vetítem, miért lesz ki, amely ugye ismerik ezt, hogy elkezdünk keresgélni mindenféle szavakat, és ami a leggyakrabban fordul elő, az szerepel a legnagyobb betűkkel. Már most a biológiához kötődő szavak szerepelnek itt, feltalálók, meghatározások, látszik, hogy a genetika szerepel a legnagyobb betűkkel. A genetika áttörése, ez már most is tapasztalható, de fantasztikus lehetőségeket akar. Egyébként hadd mondjuk itt is azt a szkepticizmusomat, amelyik ugye azt mondogatták a biológusok, hogy a DNS-ben az összes információ tárolva van, és mindent meghatároz. A környezetnek erre is hatása van. Ez magában nem igaz. Az emberi életmód, bizonyítékok is vannak, és a környezeti hatások, a káros hatások is. Bizony, a genetikában is vannak. Ami viszont a genetikában egy fontos dolog, az most már eljutottunk odáig, hogy pontosan tudjuk azt, hogy a DNS-nek milyen részét kell kivágni, vagy helyettesíteni ahhoz, hogy valamilyen kívánt célt elérjünk. És hát ez noha egyelőre még laboratórium dolgokhoz van, egyébként hagyd mondjam, egy 30-valahány éves fiatalember talált ezt ki, meg vagyok győződve róla, hogy a közelőben az illetőnek Nobel-díjat kell kapnia, és fantasztikus eredményeket fog elérni. Egyébként itt az alsó képen pedig egy olyan felvételt mutatok, amit azzal a mikroszkóppal, amit említettem, készítettek. Itt van egy kristály, vannak rajta bizonyos szennyezések, ezek valószínűleg oxigén molekulák, és ez a DNS molekula. Hát látni lehet, és nyilvánvalóan be is lehet avatkozni, megkeresítjük azt a helyet, ahol be akarunk avatkozni. Ezen az ábrán pedig azt mutatom, hogy természetesen ezek a technológiák házasodnak egymással. Beszélünk bio-nanotechnológiáról és nanobiotechnológiáról. A nanobiotechnológia az mondjuk molekuláris szinten a biológiai folyamatokat próbálja manipulálni, a bio-nanotechnológia fordítva. A nanobiotechnológia pedig a nanotechnológia módszereit próbálja alkalmazni biológiai célokra használására. Így most megint nem megyek bele a részletekbe, látszik, hogy rengeteg helyen, ez már ma is a gyakorlati élet része, vagy legalábbis a laboratóriumi gyakorlati része. A fény az mindig érdekes volt az emberek számára. Ugye a régebbi kommunikáció az tűzjelzéssel ment, aztán amikor már voltak tükrök, akkor tükrökkel világítgattak, aztán hát vételjött az optika, a klasszikus optika, és amikor a kis méretek felé kezdtünk elvonulni, akkor az optika egy kicsit elvesztette a jelentőségét. Ennek két oka volt. Az egyik az, hogy az optikának van egy korlátja. Úgy hívjuk ezt a diffrakciós limit, ami durván azt jelenti, hogyha a fény hullám hosszánál, a felénél közelebb van egymáshoz két pont, akkor akármilyen optikai eszközzel az egy pontnak fogjuk látni. Azért mondtam, hogy durván, mert egy kicsit a kembertelától is függ. Tehát a nanotechnológiában optikát nem lehet alkalmazni. Ezért, noha nagyon jó lenne és lehetne optikai csipeket csinálni, és a fény a sokkal gyorsabban terjed, mint az áram, ez nem megy. Azt, hogy információt generáljunk optikai úton, azt már megoldottuk, ezt a lézerekkel meg lehet tenni. Azt, hogy ezt el is szállítsuk valahova, azt is megoldottuk, erre valók az optikai szálak, amelyek most már az egész világot behátozzák. Aztán tároljuk ezt az információt, ezt is megoldottuk már, holografikus memóriákkal, de ugyanez van a CD-ben, a DVD-ben is. Amit nem oldottunk meg eddig, az az információ processzálása, tehát optikai chip. És ezt azért nem oldottuk meg, mert lehetne optikai chipet csinálni, csak az nagyon nagy lenne. Emiatt a korlát miatt. Az elektronikus csipek manapság már 100 nanométer alatti 50-60 nanométeres felbontással tudnak csipeket csinálni,
Az optika pedig ezt 500 nanométer köré tenni. Tehát nincs értelme. Viszont ezt is át lehet italni. Egyébként ezzel foglalkozom én, és erről nagyon sokat szeretnék beszélni, éppen ezért keveset fogok. Úgy hívjuk, hogy plazmonika. Ez tulajdonképpen egy új típusú fény, amit már a régi görögök is ismertek, csak nem tudták, hogy mi ez. Ez, ami egy fél felülethez van kötve. Tehát messziről nem látszik, csak ott van az optikai tér a felületen. De, hogyha beleteszünk egy kis tűt, akkor ez kiszűri a fényt, és már lehet látni. És akkor a felbontó képességét ennek a rendszernek már nem a fény fogja meghatározni, hanem a tűmérete. Ez csak egy példa arra, hogy ezzel már le lehet menni a nanotartományba. Itt tudtam én egy ilyen mikroszkoppal nanométeres felbontást elérni, úgy, hogy 700-650 nanométeres fényt használtam. Tehát 650-szer jobb felbontást értem el, mint a használt fénynek a hullámhossza. Most ez a fény felülethez van kötve, és maga itt látszik, a fény felülettől távolodva a térnek az erőssége exponenciálisan csökken. Ezzel a tartományban tudunk valamit csinálni, az nagyon izgalmas. Ez egy nagyon érdekes ábra. Ez egy vékony aranylemez, ami 100 nanométeres lyukak vannak. Ezen a klasszikus optika szerint a fénynek nem szabadna átmennie. Nézzék meg, ez a másik oldalról készült kép. Átment a fény. Ráadásul, hogyha integrálnánk ezt a fényintenzitást, ami itt van, az 3-4-szer annyi lenne, mint amennyi ezeken a lupakon esett. Tehát még össze is gyűjtötte a fényt a környezetétől. Ez az az új típusú fény, ami át tud menni ezeken a lukakon. Erre nem érvényes ez a diffrakciós korlát. Ezért tudtam én ezzel a mikroszkóppal ilyen felbontást elérni. És ez teszi lehetővé, hogy az optikát levigyük a nanoméretek tartományba. Hát itt mutatok egy olyan képet, amit én csináltam. Ez egy 1/1000 mikronos aranyfelület, gyönyörű tükör, de hát a rendes fényben ez tökéletes simának látszik. Ezzel a mikroszkóppal ez látszik, hogy göröngyös. Ez a méret, ez 30-40 nanométer. És látszik, hogy a fény az megalkozva ezeken a felületeken. Itt látszik, hogy hogyan. És ráadásul, hogyha nem lenne ez, akkor itt jön a fény, át belemegy az aranyrétegbe, ami egy aranyréteg, másik oldalon nincsen semmi. Hogyha ezt a fényt gerjesztjük, akkor minél messze megyünk, annál nagyobb lesz ez a tér, és ez a pont. Hadd mondjam, hogy amit nekem sikerült elérnem ilyen erősítésben, az a térerősségben százszoros volt. Ez azt jelenti, hogy nagy területről kis térfokatba gyűjti össze az elektromágneses energiát. Tehát ez nem mondhatja az elektromozás törvényének, csak kihasználja ezt a különbséget. Mire lehet ezt használni? Két példát mutatok. Az egyik, ezzel foglalkozom most, a lézerekkel is próbálnak hidrogénbombát csinálni békés célra, tehát lézeres fúziót. Ezt úgy csinálják, hogy vesznek Amerikában 192 lézernyalábot, és azzal minden irányból kezdik összenyomni ezt a kis gombócot, amiben deutérium és trícium, két hidrogénizotóknak a keveréke van, ez a hidrogénbomba alapanyaga, és ha összenyomjuk, akkor fölmelegszik, és ha nagyon meleg lesz, akkor összeszorulnak ezek a deutérium és trícium atommagok, egyesülnek, és az egyesült magnak a tömege kisebb, mint a két magé külön, és a különbség energia az Einstein égjelent a cénézetenek megfelelően energiává alakul. Így működik a hidrogénbomba. Amerikában azon a lézerrel, amivel ezt csinálják, 190 lézerrel, az előállítása sok milliárd dollárba kerül, naponta egy lövést tudnak csinálni, tehát egyszer tudják bepukasztani, és ráadásul az anyagnak néhány százalékát. Ezzel a plazmonikával, amit az előbb említettem, el lehet érni azt, hogy ne hangsebességgel menjen az összenyomás, de nem nyomjuk össze, hanem fénysebességgel megy be az a hatás, amivel felfűtjük, tehát azokat a nanogömböcskéket ide beletesszük, nem kell összenyomni, a nanogömböcskék fölmelegítik a környezetüket, és nagyon jó hatásfokkal meggyullad a hidrogénbomba. Ezt elméletileg már megjósoltuk, kísérletileg ezt természetesen még nem próbáltuk ki, de az alapkísérletek már megvoltak,
ez egy ilyen fantasztikus lehetőség. A másik ilyen lehetőség az egy Halász Naomi nevű texasi professzor találta ki, az örökötállamban mentek ki Magyarországról. Ezt az arany, ilyen arany gömböcskéket csinálnak, belőle egy szigetelő gömböcske, amit bevonnak vékony aranyréteggel, ez összegyűjti az optikai energiát, fölmelegíti a környezetét, és ami ott van, azt megzavarja. Ha körülötte rákos sejtek vannak, akkor elpusztítja a rákos sejteket. Amerikában ezt már használják rákterapiára, jó néhány rákos megbetegedés esetében. Tudnék, ezeket a nanogömböcskéket beinyertják a véráramban, a véráram, a rákos szövetek több vért igényelnek, mint a nem rákosak, ott összegyűlnek ezek a, és akkor kívülről megvilágítják, olyan fényt el lehet ezt beállítani, ami a testszövetek alul átadó, ráadásul még ezek a gömbökre rá lehet valamit rakni, amiért fölismerik a rákos sejteket, azokra ülnek rá, és azokat pusztítják el. A másik dolog, ha ezt vízbe teszik, akkor pedig fölforralják a körülöttelő vizet, és energiát lehet napenergiából direkt átalakítani. Egy másik dolog, mivel ez a tér nagyon nagy mértékben megnövekedik ilyen helyeken, nanogömböcskék környékén, és vannak olyan optikai folyamatok, Rámán szórásnak hívják, amelyek az elektromos tér negyedik hatványával nő a hatása, hatásunkban. Hogyha ilyen gömböcskéket használnak arra, hogy valamilyen molekuláknak a jelenlétét kimutassák, például rákos molekulákét. Ha már odáig elértek, hogy egy néhány molekulának a jelenlétét, volt már egy olyan kísérlet, ahol egy molekul jelenlétét ki tudták fényjel, ilyen Rámán szórásra mutatni. Ami azt jelenti, hogy például a ráknak a megjelenését nagyon korai fázisában, mondjuk a lélegzetből ki lehet már mutatni. És ilyen szenzorok manapság már léteznek, ezekben is a kvantummechanikának egy fontos szerepe van. Csak most a kvantummechanikában. Említettem már, hogy a kvantummechanika egy óriási ígéret számunkra. Mi az, ami a 20. században történt? Megcsinálták a kvantummechanikát, Planck, Einstein, ha nem itt benne, de megcsinálta, Bohr, Heisenberg, és hát Schrödinger, azt tapasztalták, hogy a kvantummechanika egyenletei, akár a Heisenberg-félék, akár a Schrödinger-félék, mind pontosabban írják le a természetet, mint bármilyen más korábbi elmélet. De érteni nem lehet. Három furcsa lét, furcsa effektus van. Az egyik az, hogy a részecskék viselkedhetnek hullámként és részecskeként. És az, hogy hogy viselkednek, az attól, hogy hogy nézünk rájuk. Hogyha odarakunk egy valamit, ami elektronokat lök ki például, akkor a fény úgy viselkedik, mintha részecske lenne, fotonoknak hívjuk. Ha pedig oda teszünk egy rácsot, amit az optikusok használnak, és arról megfelelően difraktálódik a nyaláb, akkor pedig úgy viselkedik, mint a hullám. Mind a kettő lehet, attól függ, hogy hogyan viszonyulunk hozzá. A másik az alagút effekt. Az alagút effektus azt jelenti, ilyen a rádióaktivitás. Tehát be vannak zárva a részecskék egy atomba, amikor rádióaktív anyag bomlik, akkor egy részecske kiszabadul. Mondjuk egy hidrogén atomnak a magja, egy alfa részecske, egy hélium atom magja, egy alfa részecske. De az nem úgy, hogy átmászik azon az alagúton, a hegyen, ami be volt zárva, hanem egy alagúton átmegy. Ez a kvantummechanika teszi lehetővé. Ez az alagút effektus a rádióaktivitásért felelős, de még sok minden másért is. A harmadik ilyen érdekes dolog az ugyanis szuperpozíció. Tehát a kvantummechanikában egy rendszer egyszerre több állapotban is lehet. Schrödinger ezt úgy illusztrálta, hogy van egy doboz, abban van egy macska. Nem tudjuk, hogy a macska él vagy meghalt, az akkor tudjuk meg, ha kinyitottuk. Ez a kinyitás az a kvantummechanikai mérés. Ha beleavatkozunk ebben a rendszerben, akkor összeomlik a kvantummechanika, bejön a klasszikus fizika, és látjuk, hogy a macska élt vagy meghalt. Most a részleteiben nem mennék bele, de például ez a több állatban levész, ez a kvantum számítógép alapja.
aminek az az oka, hogy ugye a klasszikus számítógépen egyes és nulla van. A kvantummechanikában lehet egyszerre az egyszer, egyes is, meg a nulla is, meg ezeknek a kombinációi, tehát végtelen sok állapot lehet. Ami egyszerre azt jelenti, hogy egyszerre paralel sok számítást lehet csinálni, és ez megvalósul, akkor olyan számításokat tudunk csinálni, hogy nincs olyan klasszikus számítógép, ami ezt meg lehetne csinálni. Ehhez kapcsolódik a következő fogalom, az összekapcsolódás. Ez azt jelenti, hogy ha van két részecské, mondjuk két elektron, amelyek együtt születtek valahogy, és aztán eltávolodtak az egyik a világegyetem egyik végén, van a másik pedig a másik végén, vagy itt. Ha az egyikkel történik valami, például az egyiknek a kis mágneses tudja átfordul, ugyanakkor a másik is átfordul. Most hát ez a relativitás elmélet szerint is lehetetlen, meg a klasszikus fizika szerint is. Mennyi idő van még ennél szemolóra? Einsteinnek egy nagy álma volt, hogy a kvantummechanikát és a relativitás, általános relativitás elméletet, ami a kozmoszt írja le klasszikus módon, ezt a kettőt összekapcsolja. Neki ez nem sikerült. Egy tanítványának, akit Wieler-nek hívtak, ugyanaz dolgozott Princetonban, ahol Einstein is az élet utolsó periódusát töltött egyébként, hadd mondjam itt el, hogy Einstein az életének az utolsó fázisában nem volt hamburg-boronték. Ezért az Princeton Advanced Studies-ban fölmondtak neki. Nem, nincs teljesítmény, akkor nem alkalmazni. Na most azért ennél azért humánosabbak voltak, és adtak neki egy kis eldugott szobát a Princeton Advanced Studies intézetben, a földszinten. Azzal indokolták, hogy már nehezen mozgott, és nem tudott fölmenni az emeletet, csak nincs lift. De nem előbb. Na most, én ott jártam, előadást tartottam a paraterendben, Einstein is, Wieler is, Wigner is, Neumann János is tanított, fantasztikus érzés volt ott beszélni. Bementem abba a terembe, amit a könyvtáros megmondta nekem, hogy hol volt az Einsteinnek az utolsó szobája. Ez egy kis vacak szoba volt, alig fért el benne egy íróasztal, és tele volt ott mindenféle polcokkal, elhasznált könyveken, mit tudom én mi. Az íróasztalnál egy matematikus fiatalember dolgozott. Nem volt kitéve semmi tábla. És megkérdeztem, hogy tudja-e, hogy ebben a szobában kidolgozott? Nem tudta. Ennyit a feledékenységről. Na, szóval Einstein nem boldogult, de Wieler, John Wieler egy speciális kvantálást megcsinált az általános relativitás elméletben. És amikor azt megcsinálta, akkor az derült ki belőle, hogy ebből az egyenletből kiesett az idő. Tehát kvantálta a általános relativitás egyenletet, ami nem függött az időtől. Tehát van a világegyetem, amit leír az általános relativitás elmélet, amelyikben nem változik semmi. Hát ilyen nincs. Hát nem is volt ilyen szempontból sikeres, mindaddig, amely egy tanítványa nem vitte ezt tovább, és odáig fejlesztette azt az elméletet, most nagyon egyszerűen mondom el, hogy részekre bontotta, hogy mondjam, a képzetes világegyetemet, és akkor azt találta, matematikailag az egyenletekben, hogy ezekben a belső részekben bizony már változnak a dolgok. És hát ez akkor már egy kísérletes lehetőséget adott. Csináltak egy olyan kísérletet, ahol két fotont így összekapcsoltak kvantummechanikailag. És az egyiket úgy kezelték, hogy az volt az óra, a másikat pedig úgy, hogy az egy megfigyelő legyen, mégpedig az egyik mérésben a megfigyelő az belül volt a képzetes világegyetemen, a másikban pedig kívül. Azt találta ez a kísérlet, hogy a kívül lévő megfigyelő azt látta, hogy a világegyetem nem változik időben. A belső megfigyelő pedig azt látta, hogy változik. Na most miért mondtam ezt el? Azért mondtam el, mert van ez az entanglement, amire mondtam, hogy legyen két részecske a világ két végén, és az egyikkel történik valami, azon a másikkal is. Ha ez az egyenlet igaz, ez a kvantált egyenlet, ott nincs idő. Tehát ennek nincs értelme ennek a kérdésnek. Magyarul ez az entanglement, az az összekapcsolódás a kvantumának szerint az alapfizikai mennyiség, nem a tér és nem az idő, ami ilyen Newton-féle mechanikában az alapmennyiség. Viszont,
a kvantummechanikának és az a kvantum számítás technikának is egy gyönge pontja, hogy ha beavatkozunk a kvantumrendszerbe, akkor összeomlik és klasszikussá válik. Ezt úgy hívják, hogy dekoherencia. Amikor a összekapcsolt kvantumrendszerek dekoherálnak, akkor megjelenik a tér és az idő. Ilyen módon az összekapcsolásról nincs értelme beszélni, a klasszikus fizikában nincs is ilyen, és a kvantummechanikában pedig el is tűnik. Tehát az tér és az idő, az következményei a kvantummechanikai dekoherenciának. Most ez, elnézést kérek, egy kicsit már messzire ment, de a lényeg, amit hangsúlyozni akartam, manapság a fizikában óriási viták zajlanak az idő jelentőségéről, és egyre többen állnak arra az oldalra, hogy valóban a kvantummechanikai összekapcsolódás az alap, és az idő meg a térelemből következnek. Na most az évszázadunknak a kvantummechanikai feladatunk pedig azt jelenti, megtanultuk manipulálni a kvantummechanikai folyamatokat. A számítógép is, a kvantum számítógép is. És ilyen lesz majd, remélem lesz, hát van már viszonylag primitíve, és olyan rendszereket, szenzorokat, méréstechnikát, képalkotást sikerül csinálni, ami minden más körül. Hadd mondjam, például lehet olyat csinálni, hogy van egy fa, én a fa egyik oldalán vagyok, és meg tudom nézni, hogy a másik oldalán mi történik, egy ügyes kvantummechanikai ötünkkel. De hát ilyet még sokat tudunk mondani, ilyen érdekességet. Azért mennék tovább is. Ja, azért néhány képet mutatok. Niels Bohr, ő azt mondta, minden, amit mi, az nem reális, és ha a kvantummechanikát nem rázok meg téged, akkor nem is értetted meg. Na most hadd mondjam, hogy véleményem szerint, aki a kvantummechanikát ért, azt állítja, hogy a kvantummechanikát érzi, az hazudik. Nekem sikerült, és erről majd még beszélek egy néhány mondatot, megmutatni azt, egy bizonyos rendszerben, tehát most már sok történt, hogy nagyon sok atom vagy elektron együtt is kvantummechanikai viselkedésű, sőt, a társadalmi tudományok sem lehetnek enélkül. Ezt azért mondom el, mert erről volt itt előadás, lett is ennek következménye, volt erről szó most a bemutatón is, úgyhogy nem szeretnék ünneprontra lenni, de tudni, hogy ebből kérem. Minden egyes ilyen fölvillanás egy elektronnak a becsapódása a két rés mögötti elektronnak. Becsapódnak az elektronok, egyre több van belőlük. És kezd kilakolni ez a csíkrendszer, amit az előbb mutattam. Nem tudom, hogy az látszott-e, mert egy fel sem volt. Most ez a csíkrendszer egy ugyanolyan, mint amit a klasszikus optikában Young 1801-ben megcsinált, de itt egyszerre csak egy elektron volt jelen. Tehát az elektron vagy az egyik, vagy a másik részen ment keresztül, de a kvantummechanika szerint bizonyos valószínűséggel egyiken, bizonyos valószínűséggel a másikon, és ha ez így volt, akkor a másik oldalon interferálnia kell, azt az interferencia csík alakult ki lassan. Ez mutatja nagyon szépen azt, a fénynek a kettős természetének, hogy az elektronoknak is nem csak részecske, hanem hullámtudatossága van, a kvantummechanika egyik alapállítását. Meg gondoltam, hogy ezt nem hagyhatom ki, de jó, hogy a végül azért mégis bejött. Még tovább, még tovább. Ez volt az. Na most, említettem már, hogy az a mikroszkoppal, amit én létrehoztam, azzal lehet egy olyan képet csinálni, ami a felületnek a geometriáját mutatja, aztán tudtam egy hőtérképet csinálni, és tudtam ennek az új típusú fénynek a képét, egyszerre ezt a három képet. Na most, van egy matematikai módszer, az úgy hívják, hogy Fourier transformáció, ami azt mutatja meg, hogy volt-e itt valami hullám, vagy nem volt. Ez a geometria, itt egy csúcs van. Ez a hőtérkép, itt egy csúcs van. Ez ennek az új típusú fénynek a térképe, itt van két mellékcsúcs. Na most ez a kép úgy készült,
hogy egyszerre csak egyetlen egy ilyen hullám, ez a 10-12 elektron, tehát milliószor millió elektron hulláma. Most már hagyjuk időt kérdéseknek is, jó? Lehet kérdés, bármikor. Tehát ez azt mutatja, hogy az a hullám, ami ilyen sok elektronnak a mozgása, az kvantumelmikai tulajdonságú, mert egyszerre csak egy voltot, és mégis van interferencia. De hát ilyen, azért még más is van, a másikat már említettem, a fényelektromos jelenség az azt mondja, hogy a fénynek van ilyen foton tulajdonsága is. Ez az alagút effektus. Ez a szuperpozíció. Na most ez azt is jelenti, hogy ha a kvantummechanika lenne a makroszkopikus világ, akkor jönne a síel és találkozna egy fával, elmehetne itt és egyedül ott, és utána simán menne tovább. De ez azt is jelenti, hogy lehet ilyen összekötetés, akár emberi adők között is. Hadd mondjam, hogy én ebben nem hittem. Tavaly júniusban egy infarktust szenvedtem egy szombati napon, és következő sütörtökön hazamentem a városmajori klinikából, és szombaton egy barátom fölhívott, akivel régi barátság köt össze. És azt mondta, Norbert, meghalunk este 9:30-kor, hogy ilyen későn telefonálok, de most jöttem haza külföldről, és egy hete az az érzésem van, hogy veled valami szörnyű dolog történt. Nos, hát erre sok mindent lehet mondani, Iván esett egy másik hasonló történetet is, de az, hogy a kvantummechanika az a biológiában is él, az bizonyítja a fény, a napfény átalakítása kémiai energiává a klórofilmban. Ennek a vizsgálata is megtörtént, és kiderült, hogy egy olyan jellegű folyamat zajlik ott, mint az előbb az elektronokkal mutattam. És annak az eredménye az, hogy majdnem 100%-os hatásfokkal a bejövő fényt át tudja alakítani a levélben lévő klórofil kémiai energiává, amit aztán mi megeszünk, és ettől él. De van egy másik dolog. Ez itt van. Ez a vörösbegy, amelyik ugye messziről pontosan visszatalál az európai fészkébe. Sokat vizsgálták, hogy mi lehet a mögött, hát rájöttek, hogy a földmágneses teréhez igazodva tudják megcsinálni, tehát egy mágneses GPS-en. És ez a mágneses GPS egy bonyolult bonyolult molekula az agyában, ami ilyen kvantum folyamatokat indít el, olyanokat, mint ez az összekapcsoltság az agyában, és ezt úgy hangolja, hogy pontosan tudja, hogy merre kell menni, hogy a legrövidebb úton visszataláljon a fészkéhez. És sok kétségbe vonták, mert azt mondták, hogy ott víz van, meg meleg van, ott a kvantummechanika nem működik. Tehát a múlt századnak a dobája, hogy a kvantummechanika az a mikrovilágnak, az atomi molekuláris világnak az elmélete, ez megszámolódott. Ez igaz egészen messzire. Hadd mondjam, most már több mint egy könyv van, amelyik azzal foglalkozik, hogy ez hogyan hat az emberi viselkedésre. Egy furcsaság, nagy furcsának tűnik, tehát a kvantummechanikát nem érti senki, úgyhogy azért elmerem mondani, hogy azt írják, hogy ha van egy közvéleménykutatás, és megkérdeznek valakit, az olyan, mint egy kvantummechanikai mérés. A mérés eredményeképpen megváltozik az állapot. Az nyilvánul meg, hogy megváltozik az embernek a véleménye, arról, hogy kérdezték tőle, hogy megváltozhat. Tehát mondjuk ez egy nagyon primitív dolog volt. Meg vagyok róla győződve, hogy kvantummechanikai jelenségek a társadalomtudomány területén is kutatást érdemelnek. Érdemes vele foglalkozni. Ezért itt hallgattam Hankis Elemérnek egy előadását ezzel kapcsolatban, aki pont erről beszélt, ez itt meg is jelent, el is lehet olvasni. Érdemes ebbe belemenni, ez egy aranybánya, ha valaki ezt hozzányúl és egy kicsit beleássa magát, sok minden rájön. Egyébként itt egy kvantum számítógépet mutatok, nagyon alacsony hőmérsékleten itt van a számítógép, ez egy kriosztát. A Google épít most egy ilyen számítógépet, amelyik 50 bites lesz. Most ugye a klasszikus számítógépben a számítógép teljesítménye a bit számból nő, lineárisan. Tehát egy 32 bites számítógépnél
egy 64 bites kétszerűen teljesítmény. A kvantummechanikában ez exponenciálisan megy. És egy 300 kvantumbites számítógép az szabadsági foka van. Több, mint a világegyetem összes atomja. Hát ez úgy nevű. De persze rengeteg probléma van, elsősorban ez a dekoherencia. Az IBM-nek van már egy néhány kvantumbites számítógép, ami mindenki számára elérhető, egyszerűen ingyen lehet használni, de hát azért ez nem olyan egyszerű dolog, sokan csinálják egyébként, és a Google most egy 50 biteset épít, majd meglátjuk, hogy ez ebben. Persze itt van egy gond, a kvantummechanika egy valószínűség elmélet. És valószínűségeket számol ki. Azt, hogy ezt biztossá tegyük, ahol azért még sok mindent kell csinálni, úgyhogy van itt még a kutatóknak elég sok dolgok. Lézerek. Hát itt most a legújabbakat mondom, amiért 2014-ben adtak Nobel-díjat. Azt hiszem, hogy már nincs olyan szoba, ahogyha bemennénk, ne lenne valamilyen lézer. Vagy legalábbis félvezető dióda. Emögött kvantummechanika van, de a lehetőségek, a technológiai lehetőségek fantasztikusak. Amikor a lézer elvet Townes, Prohorov meg Bászor kidolgozták, ők hárman kapták ezért a Nobel-díjat, akkor Townes azt mondta, hogy egy megoldás keresi a problémákat. Azóta eltelt néhány évtized, bőven találtunk ilyen problémákat. A problémák száma a gyártás technológiában, az orvosi technológiában, a kémiában, mindenhol eszméletlen ígéreket tett magában. A másik, amely említett üvegszálak, ami hát már mindenféle finomság van ebben, valami velük is csöveket csinálnak, és speciális dolgokat lehet vele csinálni, de ezzel már az egész világ be van hálózva, és fénysebességgel terjed az információ. Többek között ez az eredménye annak, hogy annak idején például Adam Smith, a híres közgazdász, ő arról cikkezett, hogy a tőke az helyhez kötött, a termékek mozognak. Majd a termékek ugyan mozognak, de a tőke ehhez képest fénysebességgel, hiszen ezeken a kábelkön a törzslézés, ahol küldik a pénzeket ide-oda-amoda, fantasztikus sebességgel, ez is megváltoztatta a világot. Mit eredményezett ez? Ez eredményezte azt, hogy létrejött a fotonika és a ehhez kötődő lézeres technológiák. Sokat beszélünk, most Magyarországon is van egy ilyen program, az ipar 4.0-ról. Én ezt inkább 4.ipart szeretnék írni, 4.0 ipar, mert ez nem csak az iparra vonatkozik, a társadalom minden zugáron. Ez egy paradigmaváltó program, ami lehetővé teszi azt, hogy a fotonok ezek digitálisan kezelhetők. Ez a digitális fotonoka, ami rugalmassá teszi ezt, az a lézerek alkalmazása. A digitális fotonok a szenzorokat és mérőeszközöket ajánl, beleértve azokat a megoldásokat is, a plazmonikát, amit én röviden vázoltam. Ez szoftvercentrikus gyártási folyamatokat tesz lehetővé, a szoftver és a hardware konvergenciáját, ezzel, amit úgy szoktak mondani, Internet of Things, a dolgok internetje, kölcsönhatás a környezettel, olyan robotokat csinálnak, ami nem okoz balesetet, mert ha hozzáér az ember, akkor megáll, de ez most csak egy enyhe analógia arra, hogy mi mindent jelentett ez. Új típusú gépi kapcsolatokat, új típusú kamerákat, például olyan kamerákat, ami a mélységélességet is észleli, tehát háromdimenziós képet észlel és reagál rá. És hát tettem az autonóm autót, mert arról most manapság különösen mióta ilyen a miniszter divatos beszélni. Ugye ezek a technológiák teszik lehetővé. Az ipar 4.0 vagy a 4.0 ipar az a negyedik ipari forradalom, a hármat említettem, ami az egyik az a Newtonhoz, a másik az elektromágneséken, a harmadik az a magfizikához, és most a negyedik az ezek a kvantummechanikához tulajdonképpen kötődik, és ez tulajdonképpen 9 technológiának az integrációja. A robotikának, mégpedig a robotoknak, a háromdimenziós nyomtatásnak, úgy hívják ezt, hogy additive manufacturing az angolban, a virtuális világ beépítését, méréshelyet számolást, amit én említettem, a vállalaton belül és közötti integrációt,
gépek és termékek hálózatát, mint a kereskedelemben, mint a termelésben, felhő alapú számítástechnikát, azt gondolom használják, a kiberbiztonságot, ami egy egyre égető probléma, és a big data, a teljes körülön adatanalízist. Ennek a 9 technológiának az integrálása nyilvánvalóan nem véletlenül vált lehetővé, és nyilvánvalóan még messze nem aknázni azokat a lehetőségeket, amelyek benne rejlenek, nem már látjuk őket, hát persze arra nincs idő, hogy a részletekbe menjek. Ezért most már csak azt mondanám, hogy is van még egy, amit elő érdemes beszélni, ez pedig az energetika. Ugye arra panaszkodunk, hogy elhasználjuk a fosszilis dolgokat. A napelemek azért nem annyira jók ám, mint amennyi ezt mondjuk. A termodinamikának van egy olyan szabálya, az entrópia növekedés. És az entrópia növekedés az a világnak a rendetlenség felé való haladása. Nyilván az az érdekünk, hogy mindig kevésbé növekedik az entrópia. Nem mennék ennek a részleteibe bele. De vannak olyan számítások, amelyek szerint egy napelem csak akkor jobb entrópia növekedés szempontjából, mint egy nagyon jó hatású gép, a 40%-nál jobb a hatásfoka. Hát még itt is bőven van tenni való, de hát ezeket nyilván meg fogjuk oldani. És hát az, hogy energiák van, azt ez az ábra mutatja. Jelenleg az az energia felhasználás, amit az emberiség jelenleg használ, az ennyi, és amennyit a napsugároz a Földre, az ennyi. Tehát 10 000-szer több energiát a Földre, mint amit felhasználunk. Bőven van még tartalék, de én úgy mondanám, hogy minél közelebb energiáját használ, napenergiát használunk föl, ahhoz, amikor az ide érkezett a Földre, annál jobb. Minél messzebb volt, annál rosszabb. Tehát a évmilliók kialakult fosszilis energiák elpufogtatása a lehető legrosszabb dolog. Mi az, ami volt? Én Csepelen nőttem föl, gyerekkoromban még ez volt. Mi az, ami most van? Ez van. Ez a Földön működő atomerőművek. Minden egyes pönt egy-egy atomerőmű rendszer. Paks az egy pont, ezen pedig ott négy atomreaktor működik. Látszik, hogy az atomerőművek az Egyesült Államok keleti partján, Európában és Japánban vannak. A többi az viszonylag szegényes. Azt, hogy az elektromos energiának milyen hányada származik atomenergiából egyes országokban, az ez mutatja. Itt van Litvánia, itt van Magyarország, tehát mi a középmezőnyben vagyunk ezen a területen. Én meg vagyok győződve róla, hogy még egy néhány évtizedig nem tudjuk az atomenergia felhasználását nélkülözni, de abban is biztos vagyok, hogy hosszú távon ettől meg kell szabadulni. És meg is tudunk. Hát ez azt mutatja, hogy jelenleg, hogy képzelődik el a jövő. Én szerintem ez nem egy optimális kép. A szélerőművek sem igazán az ideálisak. Tulajdonképpen nem csak arról nem szó, hogy a szél energiának készít az alapát felhasználja, hanem arról is, hogy mögött a levegő turbulenssé válik, és ez energia, ami melegít. Ezt gyakran elfelejtik, tehát ezeket a dolgokhoz óvatosan kell hozzányúlni. Ha entrópiát számolunk, akkor már kevésbé előnyös a helyzet. Ennek ellenére biztos az benne, hogy a jövőben ennek jelentős szerepe kell, hogy jusson. De hát azért sok minden más is van ám. Az energiatárolás területén, hadd mondjam, hogy most nemrég Amerikában láttam egy laborban egy olyan elemet, aminek az egyik elektródája alumínium, a másik elektródája pedig porózus szén. És van benne egy megfelelő elektrolit, most nincsen időm, hogy abba belemenjek. Ez az elem, ez elnyeli a széndioxidot, az alumíniumból alumínium oxalát lesz, amit a tisztítóipar, tehát a kémiai ipar tud nagyon jól felhasználni, a mosószerek meg stb. Van alumínium oxalát, és aztán másfél elektromotoros elemet produkál, miközben széndioxidot nyer el. De más olyan módszer is van, amelyik széndioxid elnyelő, sőt, vannak olyan katalizátorok, ilyen például a titándioxid nanorészecske, amelyikkel vízbontást lehet csinálni,
miközben hidrogént termelünk és oxigént termelünk, kompenzáljuk a szén-dioxid hatását, és a hidrogénnel pedig egy hidrogéngazdaságot lehet építeni. Ezt csak azért mondtam, hogy a fiókban rengeteg olyan már többé-kevésbé érett technológia van, ami hamarosan belép a gyakorlás. Ehhez egy példát mutassam. Ez egy napelem. Ez a napelem, úgy hívják ezt, hogy ez polimer napelem. Ez azt jelenti, hogy hajlékony, tehát például ruhát is lehet ilyenből csinálni, ami az embernek az energiaellátását is biztosíthatja. Nem kell kondicionálni a termet, elég, ha az ember fölvesz egy ilyen ruhát, és a meleg szobában sem lesz melegebb. Ennek a napelemnek az a nagy baja, hogy alacsony a hatásfoka. Ez, amit én mutatok, ennek a hatásfoka 6%. És akkor ebben a rétegben, ami ez egy szigetelő, ez alumínium, és itt a közte van a polimer, amit kezelnek ilyen nanogömböcskékkel, amit az előbb mutattam, és annak az eredményét tartjuk csak anélkül, hogy a fizikájába belemennék. Ez volt a napelem, ez a napenergia, ezt nyeri el a napelem, és hogyha egy kezeljük, ezt nyeri el, ami azt jelenti, hogy 6%-ról 17,5%-ra nőtt a hatásfoka. Tehát ez azt mutatja, hogy észszerű ötletekkel, kutatásból még olyan sok mindent lehet csinálni, ami bőven sok minden más ilyen durva ötletet, amit brute force-nak szoktunk nevezni, amikor kompenzál. Milyek azok a trendek, amelyeket én fontosnak tartok? A föld népessége megduplázódik, az átlag életkor növekszik, az információs technológiai ipar növekszik, és tudásfüggő globális társadalmat szül, a globális gazdaság integrációval növekszik, a gazdaságot és a társadalmat a technológia dominálja, előnyeivel és hátrányaival együtt, ezt hozzá kell tennem. Hátrányaival most inkább nem beszélek, az most egy másik téma lenne. A technológiáció innosebessége nő, a tudomány, az új technológiák és a kreativitás az dolgát adja, és ezért az idő az egyik legfontosabb értékké válik. Tanuljunk meg gazdálkodni az időnkön, tanuljunk sokat, mozgassuk az agyunkat, hogy kreatívak legyünk, és akkor ezekben a folyamatokban, amit vázoltam, lényegesen előre tudunk lépni. Tehát csak egy üzenetem van, Einsteinre hivatkozom. Einstein azt mondta, hogy problémáinkat nem tudjuk megoldani olyan gondolkodásformákkal, amelyekkel azokat kreáltuk. Másképp kell gondolkodni. Ehhez kívánok mindenkinek sok sikert, és köszönöm.